Úgy fáj a fejem. Mi ez? Mi ez? Vér? Vér van mindenhol? Mi a fene ez? Hol vagyok? Mi történt? Mi? Ki van hígva a fű? Azok a barátaim. Mit csináltatok velük? Mit tettetek velük? Azonnal! Hol vagyok? Válaszokat akarok! Itt van a szerencsétlen. Ó, látom felkeltél. Nézd, mit tette a barátaiddal. Most már egyedül kell leélned az egész életedet. Elhoztam neked a világ végét. Skelly röhögje te is, hogy hiteles legyen. Szóval, már csak egy lehetőséged van. Mondom, majd én röhögök. Na, hova? Egy lehetőséged van. Csatlakozol hozzám, vagy neked is véged van. Miről beszéltek? Miért öltetek meg mindenkit? Noob, de egyáltalán hogy tettétek ezt? Én az egyik pillanatban még otthon aludtam Vivi mellett, a másik pillanatban már itt ébredtem. De hogy? White, kérlek, kelj fel! Kérlek, White! Fater, ébredj fel! Nem hiszem el, tényleg mindenkivel végeztet? És azt az óriási nagy kopárságot, és egyáltalán miért véres az egész tenger? Azt áruld már el nekem, hogy miért úszik vérben az egész tenger? Mindenkit megöltél, vagy mi történt? Ráhibáztál! Mindenkit elpusztítottam, akit ellenségnek gondoltam, és nem gondolt be nekem. Kivéve téged, mert a te erődre viszont szükségem lenne. A galaxis méretű uradalomhoz. Szóval ezért nem pusztítottál el engem? Ezért, hogy segítsek, és tényleg mindenkinek a vére úszik a tengerbe. Már csak azért is megérte, hogy láthassuk az arcot. Jaj, de vicces vagy, gombafej! Menj vissza azért gombafalvára, ha ennyire vicces, azt mondja baját. Gombafejnek hívod. Ne is törődj vele, Skelly, nézd meg, milyen csúnya lila szemei vannak. Azt se tudja, hogy merre van. Nem törődj vele, tényleg. Ne vedd fel magadra az ilyeneket. Nem is vagy gombafej, csak egy kicsit. Jó, igen, neked meg milyen szemed van, te? Jó van. Mondja csak neki. Hova ott tartottunk, hogy téged is elpusztítalak ezzel a fegyverrel. Hogyha nem engedelmeskedel és nem állsz át a mi oldalunkra. Úgyhogy van még egy utolsó lehetőséget dönteni, hogy átállsz a mi oldalunkra, vagy meghalsz te is, és úgy végzed, mint a barátaid. Én nem akarok gonosz lenni, mint ti. Én nem lennék erre képes, hogy egyáltalán hogy tehettétek ezt apámmal. Mindenki halott, Vivi is. Hacker, hogy végeztétek ki? Hacker tudja, hogy sokkal okosabb nálad. Én voltam. Hé, Skelly, tényleg ne vállalod magadra ezeket a dolgokat. Én voltam. Mi tettük, közösen csináltuk, igen. Ő volt a legnehezebb, de sikerült. Én meghoztam neked a fegyvereket. Szóval mit választasz? A fény vagy a sötétség? Hogyha a fényt választod, akkor sötétség vár rád. Ha a sötétséget választod, akkor eljön a fény. Nem tudom, hogy mit válasszak. És tényleg senki nincs életben? A bolygón. Senki nem maradt már életben az egész bolygón. Én ezt még mindig nem tudom elhinni. Skacok. Mi tévők legyünk. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit tennétek. Csatlakoznátok a gonoszhoz. Vagy mi tévők lennétek, megölt mindenkit. Én tényleg már tök gyengének érzem magam, hogy egyedül vagyok itt ezen az egész bolygón. Tényleg lehet összekére fogjunk vele, és akkor tovább élni. De nem akarok én sem meghalni. De nem akarok így élni se, hogy nem ér egy barátom sem, mindenki halott. Ez egyszerűen elképesztő, és egyszerűen
kriminális már ez a helyzet. Én nem szeretném ezt. Nem tesz semmit. Te mondtam már, hogy gombafej, maradj csöndbe, amikor gondolkodok! Érted? Nem gombafej, te vagy a lila szemű, te. Na, menjél vissza, azt ültesd be magad a földbe, hát, hogyha kinősz, ilyen nagy gomba, ízi erdő lesz belőled. Nem, igen. Hé, ne szírd a társamat, különben kapsz egy golyót a fejedbe. nem úgy gondoltam, aranyos gombafej, szép gombafej, szép kalapos vagy, ügyes vagy, nagyon jó, tessék itt egy alma. Ez már mindjárt más hozzáállás. Van még egy percet eldönteni, hogy csatlakozol vagy sem. Elpusztítottam már mindent, az erdőket. Mindennek vége van. Nincsenek civilizációk, nincsenek városok, nincsenek faluk. Úgyhogy szépen bezárlak téged ebbe a börtönbe. És ahogyha nem döntöd el, akkor először kínozni foglak életed végig. Korbácsolni foglak. Égetni foglak, ameddig az összes bőr le nem ég az arcodról. Meg fogod bánni. Azt, hogy nem csatlakoztál hozzám. De nehogy azt gondolt, hogy hirtelen halálod lesz. Szenvedése közepette fogsz meghalni. És nézheted végig, ahogy körülötted halottak a barátaid. Mondtam más kerül, hogy ne szólj bele a monológomba! Bocs, főnök, nem akartam. Lila szemű mondta. Inkább hozzá még falat. Milyen földfalat, vagy falat kőből? Oké, és köcök, ameddig ott veszekednek, addig én ki fogok tudni találni valamit, remélem. Nem tudom, hogy csatlakozok-e. Ott van Vivi. Drága Vivi. Akkor elmegy falért, főnök. Jó van, addig én figyelem ezt a pojácát messziről, megnézem, hogy kik haltak meg pontosan. Kiskacok, ki kell találnunk valamit, ez így nem lehet tovább. Vivi is halott, drága Vivi, Hackernek is vége van, ezt nem is hiszem el komolyan. Valamit kéne csinálnunk. Várjatok, szólnátok hozzá, hogyha itt én... Tűrű. Kicsit elmenekülök, kíváncsi vagyok, hogy mit tévő lesz. De mi értelme van elmenekülni? Semmi értelme nincs ennek az egésznek. Mi értelme van egy kihalt bolygón, egy semmi izé nélkül? Na jól van, elegem van. Megadom magam. Nem tudok mit csinálni. Elegem van, kész, vége. Itt vannak a cuccaim, megadom magam. Helyes. Akkor kezdhetjük az ördögi tervünk első fejezetét. Be kell adjunk az agyadba egy gonosz csippet, amivel te is olyan gonoszan fogod látni a világot, mint mi, mert ezzel a felfogással nem tudunk világuralomra törni. Jó, rendben. Jó, berakjuk ide a csippet. Mi történik? Kicsit rosszul vagyok. Nem baj, ez még természetes. Egyelőre azt kellene tudnunk, hogy befogadja a szervezetet. Ha befogadja, akkor te is gonosz leszel. Ha nem fogadja be, akkor én is úgyis meghalsz. Oké, rendben van. Rendben van. Akkor én ide leülök és nézem a vértengert. Remélem még nem késtem el, roncsokból összetákoltam ezt a repülőt, és csak reménykedem benne, hogy oda fogok találni. Megmentelek, Black jövök, hoppá. Egy kicsit defektes, látszik, hogy szemétből van. Ott világít valami, ott látok valakiket. Mi ez? Ott a hullám, ott a fater hullája is. Piros a víz, Black ez kamu. Át akarnak verni, élünk, itt vagyok, gyere segítek. Da. Ez kamu élet. Micsoda? Mindjárt felrobban ez a troncs tele. Mi az, mi az? Úristen, tényleg igaz? Kiveszem ezt a csippet. Nem igaz, csak hazudik. Egy robot, egy mikrorobot. Hazudtatok nekem? Ez mind kamu? Hazudtak. Na jól van, gyere gyorsan beszállok a repülőbe. Leszáll, üsd ki őket. Várj, nincs vegyverem. Akkor csak szállj be, felszállal. Megötöttem magam. Álljatok meg. Tőlem nem szabadultok meg. Bosszuljuk meg, gyorsan lőjed őket. Így nem lehet az ember szívét széttörni, hát hogy lehet ilyet csinálni, komolyan eljátsz, hogy mindenki meghal? Na az ilyen bombát érdemel, dobjuk le a bombát, atomot rájuk! Pisztolja, nem találom el őket, dobjad a bombákat. Oké, dob bombákat! Figyeld! Jó. Bomba robban! Bum! Futás! Fus! Fussunk, Skelly! Hála az égnek, White, hogyan jöttél rá, hogy nem tudom, eltűntem. Mikor tűntem el? Egy hete. Egy hete? Nem mondod komolyan, hogy egy hete eltűntem? Jézusom! Oké. Okay. Még bosszút állunk. Már mindent megnéztem, már csak ez volt az utolsó lehetőségem, és
Igazam lett. Tényleg, köszönöm szépen, hogy segítettél nekem, nem baj. Doktor professzorom, bosszút állunk. Ezzel most tényleg túl messzire ment. Úgyhogy srácok, lányok, milyen poén már, hogy a környéken az összes vizet beszínezte így pirosra. Ez nagyon para. Hallod? Ennek aztán van ideje terveket eszelgetni, szerintem ennek ez az élete ennek a professzornak. A másik nem jön össze, de hát... Most látod, még ez se sikerült neki. Hát, még ez se sikerült neki. Na nem baj. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy lányok, hogy izoltok velünk, hogy esetleg tetszett, és ti is fenékbe akarjátok rúgni az öreg doktor professzort, ezért akkor nem felejtsetek el hajtani egy óriási nagy lájkot, feliratkozni és csatlakozni a Black Istag táborához, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!